8. Riója, a költő, Olivárez grófjának versei fölé hajolt. Felső ajkát rángat valka számolja az ende kasszillabusokat. A fekete köntös udvari ember itt levetette arcánk merev palota maszkját, szeme lángban égett, költő és sértett kamarás két külön lénye vívódott benne, és barátjához a bölcs, finom lelkű riójához menekült. Egyidősek, egyetemi társak voltak, ha ketten maradtak, diák szóval tett, mondott egymásnak a kledikus költő és a gróf. Mi lesz holnap? Többen rá léte nagy kérdésére, Gáspár de Guzman, Oliver ez Mi lesz holnap, ha eljön a reggel, és el kell látni újból a kamarási szolgálatát? Mi lesz harmadnap? Mindaddig, míg a trónörökös nyíltan ellen bocsátja szolgálatából, vagy ameddig ő nem kéri legkegyelmesebb leváltását. Mi lesz holnap? A vers, amelyet Oliváresz letett barátja elé, zilált, döbbent lélek, kétségeit fogta tercinákba. A vers nem volt valami jó, pedás megszokott fordulatok enyhítették a kétségbeesést, mitológiai hasonlat sem hiányzott, maga a költő is kerülte, hogy nevén nevez az őt megszégyenítést. Jöjj Szévéhába, Gáspár! Hagyd itt néhány hétre, az Unika kortét, ezt a palotát. Menjünk együtt, útközben már élvezzük a friss andalúziai tavaszt. Szeviában tártkarokkal fogadnak a múzsák és a szép asszonyok. Túl a hidón, úgy hallom, új bazárok épültek. Több kaszinóról rebesgetnek, ahol Európa legszebb kurtizányai fogadják az új világból érkező hajók kapitányait. Olyan élet folyik ott, amilyen ezek a rideg madridiak nem is álmodnak. Szevilja. Oda helyemben? A kamarás kulcsot? Hatan vagytok, Gáspár, a fenség szolgáltában. Nem többen. Ha valami baj történik a királyjal, hisz mindig rebesgetik, hogy törékeny az egészsége, hatodok közül válasz minisztert az új Kölyök, szeszélyes, próbálja hatalmát. Te talán valamivel terhére voltál. Talán túl nyomatékosan írtad számára elő a napi teendőit. Ezt te magad mondtad, hogy Spanyolország infása átkozott a lusta fiú. Hát, ha itt van a baj gyökere, a ha magad hasonlatosságára akarnád átformálni őfenségét, annél, hogy ismeri saját szándékodat. És nem veszed észre, hogy benned egyszer tíz ember nagyra vágyas a lappang. Nem tudsz megnyugodni. Versirástól a láncsevetésig mindenhez te akarsz a legjobban érteni. Egész heteket egyetlen napba beleszorítani. Vald be, örökösen új lavaslatokkal zakadod a herceget. Fékezd magad, próbáld zabolázni türelmetlenségedet. Ne felejtsd, a múzsák s az asszonyok, csak ők lophatják ajkaidra, drága barátom a feledés édes derűjét, jöjj hát Szevillába velem, ami a verset illeti. Szépnek mondanám, de itt-ott valamit még javítanék rajta azért, például itt. A trón rökös mondja. Tegnap rossz kedvünkben voltunk, gróf, nem szándékosan tettük. Kérjük, ma ön terjeszteljénk a napprogramját, az ajtónáló mélyebben hajtja meg a fejét, az agár hozzádörgölődik. Pedrió a bamba törpe körül táncolja. Az álkazárban az öreg és siket nagyasszonyok is tudni fogják fél óra múlva, hogy az infáns a maga módján megkövette Enrique de Guzmán fiát. Egy hét múlva, birtokai meglátogatására, Olivárez grófja két hetes szabadságot kér és kap. A trónörökös szegény, Lerma hercege, a kancellár, akivel halálos gyűlöletben élnek, alig folyosít annyit, amennyi szűk udvar tartásának ellátása elég. herceg így fanyar mosolyjal egyetlen aránydukátot dukátot nyújt át kamarásának. pár fogadja ezt el uti költségre, urától jelképesen. Van-e szebb utazás, mint költővel ülni egy hintóban? Míg vágtatnak a kocsi előtt, a guzman pajzsos fullajtárok, Rioja, Olvassa barátjának az egy, egyben kisé tanítványának Erasmus könyvét a Balgaság ticséretéről. A mi ugyan nincs hivatalosan indexen, de nem szívesen látják Hispániában, ha valaki Rotterdámi Mester szellemi hagyadékából merít. A kocsi zajja felissza a hűvös mondatokat. Olivárez Grófi lehúnya szemét, és hallgatja barátjának szép, mély, egyházi latinon iskolázott hangját. Erasmus, Sevilla, múzsák, szép asszonyok. Meglazítja vastag nyakán a keménytett gallért. Átkozottul kényelmetlen spanyol udvari köntös, a napokban vette észre, megint kihízta fekete harisnyi nadrágját. Édes lesz Szevilla, gondolja, míg fut Erasmus mondataival a kocsi. Rihoja viszi el Oliveres grófját Pacheco házába. Szánt az alkonyi órát választja, amikor a lélek a legfogékonyabb a földi szépségek befogadására, és amikor a mester műterben nincs úgy tele városbeli unatkozókkal, mint a délelőtti óráiban. Estére pedig átmennek a hídon. Ez a szevélyai beavatottak szavával gáláns kirándulás jelent a vadák kiír túlsó partján fekvő tilos városba. A magisztrátusnak szemet kell hunynia sok minden erkölcsi gazdaság fölött. Szévély a kikötő városa ezer óta élvez a hajós nép a maga privilégiumait, még akkor is, ha ezek nem szerepelnek semmiféle írott dokumentumban. Ki sejtheti, melyik Perúból visszatért matróz rejt keberében aranyrögött, melyik kapitány fedezett fel új szigetet? Hozzá is odródik szevély előkelő ifjúsága, és az örömök kedvéért a város látogató idegenek. A város kemény kézzel szedi az örömök adóját, és annak, aki átmegy a hidon, számolja kell azzal, hogy lépten nyomon megkopasztják. Mi kellemesebb, mint az ilyen kirándulás előtt, meglátogatni a múzsák hajlékát, elmerengen a művészet legújabb alkotásai előtt. Művelt szavakat váltani a házigazdával, akinek ecsetjét és tollát egyaránt tiszteli Kispániában. A pációban Joanna pacsekolányú áll. Nyuláng, finomarcú, hajlotorru, sötét hajulány lány, izedelmesen bókol az érkezők előtt, nagy látogathoz szokott szóval tessékeli be vendégeket. Rioját régről ismeri, a másikról, aki fekete bársonyt visel, mindenki láthatja, hogy udvari méltóság. Rioja egy pillanatig habozik. Van valaki a pádnál? Egyházi ember, aki ezen az estén stúdiózusok talárját, barrettját viseli. így nyugodtan kísérleti urát, és barátját a hídon túl. Egyházi ember tegezhető lányt, de Olivárez ez kisasszonynak szólítja, s hajszányit megsüvegeli. A lány elpirul a váratlan megtiszteltetéstől, halkan mondja, apám dolgozik, két segédje van nála, a fiatalabb Diego, a Velázquez fiú. Olivárez úgy érzi, illik ismernie a szevélyei családfákat is. Jeles nemzetség, mondja Bólint! a lány hálás mosolya a viccent, így vezeti a vendégeket a műtelen felé. Pacekó a délután óráiban, amikor a színek már elvesztik fényüket, leteszi ecsetjét, és a régész szőrszál hasogató módszerével rakatja rendbe a régi pénzeket, kámeákat, és a szevélye mellől bőségesen elekerülő római mécseseket, bronzokat. A nagyobb segéd munka köntösét cseréli. Diego kis seprővel veri le a becses tárgyakra rátelepedett ezeresztendő sport, most Antikváriushoz hasonlít Francisco mester, bő latin idézetekkel oktatja a szép növésű fiút. Az ajtó nyílik. Pacseko hát buszusan pillant fel. Ilyenkor már nem szívesen lát vendégeket, maga ura szeretne maradni az egész napon áttartó hivatalosság után. Ilyenkor felenged a lélek, elmereng az antik világ csodáin, és a régiek művészetéhez szép hasonlatokat keres. Rioja ritkán jár az utóbbi időben, Szeviában, de mint a lálig városbelének érzi magát. Amikor a költő bemutatja házigazdát gazdát grófjának, a mester tudja, a bűvös palota egyik fénylő csillagát üdvözölheti szerény műtermében. Megrendelések, udvari kegy, talán egyszer még nemesi rang is, átvillan agyába, míg a vendégeket a karos székekhez vezeti. Az ifjú legény szótlanul poharakat ez az asztalra, és mint a udvari szertartás részese lenne, átveszi zsanától a bort, őtölt. – Velászkez? – Velázquez? Kérdi halkan az előkelő vendég, fitogtat, hogy mindent tud, ismeri a ház és a városka szokásait. A fiú, eddig névtelen szereplő, lovag módjára meghajlik a nagyúr előtt. Diogo régi barátomnak, Juan de Silva nemes fia, anya révén nevezetes család sarja, Velázquez. Ön is festő, ifi barátom. Ez a kérdése, aki saját kledikus korából tudja, mit jelent ebben a korban egyetlen kegyes bátorító szó. Hoz néhány vázatot, Diego! Egyik bodegon képedet. Az alkony már betört a műterembe. A fiú előjön, kezében vászonnal. Zsóana, mint árnyék, felgyújtja a gyertyákat, egyszerre felszikrázik a fény. Szép tehetséget árul el, Francisco messzen a tanítványa. Szeviában nem hiányozhatnak festők, mondja Lioja. A fekete szakállas udvari ember nézi a vázlatokat. Lassan megeleveledik arca, mintha valami hirtelen gondolat szalad volna át rajta. Ha egyszer matriba kerül, fiam, emlékezz is erre a napra. Látogasson meg. Megtalál. Zsóana és Diego két-két gyertyát tart kezében, amikor végignézik Pacheco készülő műveit és a műterem falán függő festményeket. Második példány a Karthauzia keresztjéből. Ez a mester legismertebb képe, majd Szent Rámon kalandos történetének vázlatai elé vezeti vendégeit. Halkan mondja, a regiek kormányosában Miguel de Cervantes festettem meg. Halál előtti években gyakran volt Szeviában vendégem. Múlt évben, Rioja úgy mondja, a Don a divatját hamar elmossák, az idők. De Cervantes, minden gyarlósága ellenére, mégis jeles mester volt a maga idejében. Illő, hogy egyetlen néma, ávéval adozzanak tűnő emléke előtt. És ez a perc alkalom arra, hogy meghajolva a mester előtt befejezzék a látogatást. Mondd de valami búcsúzóul, a gazdagnak vélt gróf. megcsillant valamilyen udvari kegyet? Riója sokat ígérően inta festő felé, amikor még hajlonganak egymás felé a páció kapujánál, még becsapódik a remekbe kovácsolt vasrács a távozok mögött.